A Nemzeti Tanács és az entai önkormányzat között példaértékű együttműködés alakult ki az elmúlt évek során, hangsúlyozták a megbeszélés résztvevői, akik amellett, hogy értékelték a községbeli művelődési intézmények közelmúltbeli eredményeit, megvitatták a legfontosabb stratégiai terveket is. Mind-mind azt mutatja, hogy a modell arról kell, hogy szóljon, hogy az együttműködés az az egymás erősítésről szóljon, nem pedig arról, hogy valaki másnak rosszat akar, és hogy egymást gyöngítsük. Az összefogás azt hiszem, hogy ezen a téren is nagyon fontos, és hát Zenta ennek az összefogásnak egy nagyon szép példája. Az Zenta községbeli művelődési intézmények fontos fejlesztéseket terveznek az elkövetkező időszakban. Kettőt emelnék ki, az egyik a Kirzsinagoga komplexum, illetve projektum, amelynek révén a Vajdasági Magyar Kortárs Képtár épületét és projektjét hoznánk létre, és itt a művésztelepi tevékenységet meg tudnánk valósítani. Valamint a Zentai Csata Emlékkomplexum, ugyanis Zenta kulturális stratégiának központi eleme, hogy fesztiválvárossá váljon, és a turizmus fejlesztése révén olyan érdeklődő közönséget vonzon ide, ami már Zenta regionális szerepét növelné, és ezen túl is mutatna. A levéltár egyik legfontosabb távlati célja a kaszárnyai épületének rendbetétele, azzal, hogy ott a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel karöltve egy különleges magyar jellegű vagy magyar dokumentációs központot hozzunk létre. A megbeszélés résztvevői egyetértettek abban, hogy az intézményeknek a saját célkitűzéseik megvalósítása mellett arra is törekedniük kell, hogy minél szorosabbra fűzzék az együttműködést a környező községek hasonló profilú intézményeivel, annak érdekében, hogy az egymással való versengés helyett a jövőben inkább kiegészítsék egymás tevékenységét.